egyre többen érzékelik az országban, hogy baj van. Baj van, mert a kormány pénzgyűjtésbe kezdett. Alapokat hoz létre, milliárdos alapokat, nem néhány milliárdról beszélünk, ezermilliárdos nagyságrendben, nyilvánvalóan forrás hiánya van. Baj van, mert a lakosság a duplájának érzi a hivatalosan közzétett infláció mértékét. Az élelmiszerárak elszabadultak, és van már sejtésünk arról, hogy vajon mit fog jelenteni, amikor a lakosság is érzékelni fogja azt a vállalkozásokon keresztül, hogy mit jelent az, hogyha az energiaárak is elszabadulnak. Azt gondolom, hogy a java még csak most jön. Baj van, mert most már jól érzékelhető az, hogy ez a válság az élet minden szegletére ki fog terjedni, és várhatóan senki nem fog kimaradni belőle. Legalábbis az egyszerű emberek nem. Baj van, mert az intézkedések szinte minden eleme a lakosságtól von el pénzt. És baj van, mert mikor elemezzük azt, hogy ennek mi lehet az oka, akkor ezt a háborúra fogjuk. Pedig ennek az első eleme az már lényegesen korábban megjelent. Úgy hívják ezt az okot, hogy választások előtti osztogatás. Ezermilliárdos nagyságrendben volt ez, és azt gondolom, hogy minden valós gazdasági háttér, mondhatjuk úgy is, fedezet nélkül. Baj van, mert most ismerték be, hogy a rezsicsökkentés nem fenntartható. Ezért hozták létre ezt az alapot. Sőt, külön biztost kineveztek annak érdekében, hogy megpróbálják ezt fenntartani. És én úgy látom, hogy ez egyre inkább nehezebb lesz ennek a fenntarthatóságának a biztosítása. És baj van, mert a rezsicsökkentés árát most szedik be a lakosságtól. Az extra profitadó, a kis- és középvállalkozások és az önkormányzatokat sújtó intézkedések valódi kárvallottjai az emberek. Hát, hogyha ezt az extra profit adót nézzük, ennek van egy különlegesség, ennek semmi köze az extra profithoz. Megnéztem, hogy melyek azok az ágazatok, amelyek valóban extra profitot termelnek. Út- és vasútépítés 4,7-szerese az átlag magyar vállalkozások profitjának, de itt nem látom az ágazati különadónál őket. Egyébként azt hiszem mindenki számára világos, hogy ez Mészáros Lőrinc és köre. 2,5-szeres a kavics, homok és agyag bányászattal foglalkozó ágazatnak a profitja, ami szintén nevezhető ilyen értelemben extra profitnak. Őket sem nagyon látom itt az ágazatok között. De abban biztosak lehetünk, hogy a kijelölt különadókat érintő a bankok, a biztosítók, a légitársaságok és a különböző telekommunikációs cégek a családokra fogják hárítani azt, amivel őket sújtja az állam. Így volt ez néhány évvel ezelőtt is. Most sem számíthatunk másra. Légitársaságoknak már megjelent néhány számadat, 4 és 9 ezer forint között fogják emelni a jegyek árát. Ebből fogják fizetni, és mi fogjuk kifizetni ezt. És baj van, mert a járvány miatt szenvedő, a lélegeztetőgépről épp hogy lekerült kis- és középvállalkozások, az energiaárak 3-4-szeresére történő emelését nem fogják tudni bevállalni. Árat fognak emelni. Mi fogjuk kifizetni? A fodrász, az asztalos és a gázszerelő is árat fog emelni. És baj van, mert az önkormányzatok nem extra profitot termelő cégek. És hiányoznak valakik a tehervállalásból. A leggazdagabbak. Ott, ahol 14 millió forintért lehet táskát venni, 2 millió forintért lehet a gyereknek sportcipót venni, és 20 millió forintos órákkal flangálnak. A leggazdagabb 637 milliárd forinttal növelte a vagyonát, de ők nem csak 100-an vannak. Hiányolom az oligarchákat, a kaszinósokat, a mesterségesen teremtett nemzeti tőkés osztályt. Nemzeti? Hát akkor urak, bajban a haza. Kéretik a kasszához fáradni. Fizessenek a gazdagok. Ami a legjobban fáj, hogy az önök megoldása, ezeknek az alapoknak a létrehozása inkább tűnik tűzoltásnak, sem mint hosszabb távra szóló elképzelésnek.
Nem egy évet kell túlélnünk, uraim. Erre kéne felkészülnünk. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, tisztelt országgyűlés. A kormány nevében Rétvári Bence miniszterhelyettes úr kíván válaszolni önnél a szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Hát jó reggelt kívánok, tisztelt baloldal. Észrevették önök, hogy a háború következtében és a hibás brüsszeli szankciós politika következtében nehézségekkel küzd Európa. Tudja, milyen nehézségek ezek? Az a benzin, ami Magyarországon 480 forint volt május végén, az Németországban nem 480, hanem 818 forint. Izlandon 825, Hollandiában 853, Görögországban 873, Finnországban 914, Norvégiában 940 forint az, ami Magyarországon 480, tisztelt képviselő úr, és ezt végigmondhatnánk a gázolajra és sok minden más területre is, tisztelt képviselő úr. Kezdik észrevenni, hogy mi történik tulajdonképpen a világban, hogy milyen következményei vannak annak, hogy kitört egy háború a szomszédunkban, és hogy Brüsszel erre olyan szankciós lépéseket tesz, amelyek az európai gazdaságnak sokkal súlyosabb károkat okoznak, mint Oroszországnak, aki ellen elvileg ezek a szankciók vannak. Mikor fogják levonni végre azt a következtetést, hogy ebből az Magyarország érdeke, hogy a háborúnak minél hamarabb véget kell érnie, mikor mondják ki önök is háború kapcsán a békeszót végre, nem a fegyverszállításokat, meg nem a szankciókat, hanem a békeszót. Mikor mondják ki végre azt, hogy Magyarországnak ebben nem szabad belekeveredni, és mikor mondják ki végre azt, hogy ezek a brüsszeli szankciók ártanak Európának is, és azoknak az országoknak különösen ártanak, akik földrajzilag közelebb vannak Oroszországhoz. Mert természetes, hogy Közép-Európában, a Baltikumtól a Balkánig ezek az országok jobban megsínlik a szankciókat, mint azok, akik az óceán partján vannak, akiknek kevesebb közvetlen kapcsolatuk van Oroszországgal, egész egyszerűen a földrajzi közelség okán. Mikor jut eszébe végre a magyar baloldalnak, hogy esetleg a nemzeti érdek kapcsán is tehetne valamit, tisztelt képviselő, mert valóban ezek a tények, ezek a számok, amelyek mutatják, hogy micsoda árdrágulás van egész Európában, főleg itt akár nyugat-európai számokat is mondtam, hogy van olyan ország, ahol nem hogy 10% fölötti infláció van, hanem 20%-ot megközelíti már az inflációnak a mértéke. Ezzel szemben mi itt Magyarországon azokkal az intézkedésekkel védjük a magyar embereket, amelyeket önök nem támogatnak. Önök rendszeresen gúnyolódnak a rezsicsökkentésen, minthogyha tort akarnának ülni, hogy legyen vége a rezsicsökkentésnek, mert ön is azt mondta, hogy na most már aztán végképp fenntarthatatlan, ha ezt nem 10 éve mondanák, akkor még lehet, hogy is gondolkoznánk rajta. De ha felütjük a baloldali kéziszótárat a rezsicsökkentés szónál, akkor ezek a leggyakoribb jelzői. Ezeket mondják önök évek óta rezsicsökkentésre. Hülyeség, szemfényvesztés, bűvészkedés, népbutítás, néphűítés, alamizsna, fenntarthatatlan, kukába dobandó, önmagát fogja felszámolni, ezt a részt fejtette ki ön is most. Populizmus, a végén éhen halunk miatta, felelőtlen lépés, veszteségessé teszi a szolgáltatókat, a legrászorultabbakat nem érinti, nem kell, vagy amit Gyurcsány Ferenc mondott, hogyha megszűnik az üzlet, akkor vége a világnak, és üzlet kell, hogy legyen a rezsi. Vagy amit Tordai képviselő is mondott, és sok más baloldali képviselő mondott az elmúlt években, miközben itt ugye a méltányosságról beszél szépen a parlamentben, de azt mondja, hogy a piaci árakat rá kell engedni a magyar lakosságra. Majd nem ossanak, hanem szellőztessék a ruháikat, meg ne fűtsenek annyira, meg ne használjanak annyi vizet. Önök ezt mondják a mai napig. Hiába üzente meg több mint 3 millió ember, hogy ez a politika nem támogatott Magyarországon, és szerintem, ha ön is fogadórát tart, és megkérdezi az embereket, hogy jól jön önnek a rezsicsökkentés, szeretne 2-3-szor annyi áram- és gázszámlát fizetni, akkor önnek is azt mondanák a választói, hogy igen, azért jó, hogy ezek alacsonyabb áron vannak, és jó, hogy nem kell kigazdálkodjuk a magasabbat, akkor higgy el, hogy az emberek a rezsicsökkentés pártján vannak. Ne támadják, hogy lehet az, hogy még a mai napig is itt ülünk 2022. júniusában, és önök még mindig, ahogy 10 éve eddig folyamatosan, a rezsicsökkentést támadják, miközben önök még az áfa csökkentéseket sem szavazták meg itt a parlamentben. Önök voltak azok, akik az árakat emelték azzal, hogy megszüntették a 0%-os adókulcsot, a kedvezményes adókulcsot 12-15%-ra emelték, az általános áfa kulcsot 20-25%-ra emelték, tisztelt képviselő úr. Mi viszont ebben a helyzetben is meg fogjuk védeni a magyar családokat, meg fogjuk védeni a rezsicsökkentést, meg fogjuk védeni
a nyugdíjaknak az értékét, sőt ugye itt a 13. havi nyugdíjat is most már meg fogjuk védeni, amit önök annak idén eltöröltek, mi pedig újraépítettünk. De jó lenne, hogyha fölébredne végre a magyar baloldal észrevenni, hogy a háború és az elhibázott brüsszeli szankciós politika nehézséget okoz akkor az országnak, ha nincsenek ilyen intézkedéseink. Nincsenek olyan intézkedéseink, amelyek kivédik azt, hogy Magyarország háborúba sodorodjon, és nincsenek a benzinástop, a rezsicsökkentés, az élelmiszerástop és a kamatstop. Enélkül a magyar emberek sokkal nehezebb helyzetben lennének. Vegyenek egy nagy levegőt, vegyenek bátorságot, és támogassák ezeket az intézkedéseket a magyar emberek érdekében. Köszönöm szépen!